Na, sziasztok, itt vagyok újra. Akkor nézzük meg, hogy miről szól a február 22-e igehirdet is. A tegnap mondtam nektek, hogy nagyon érdekes lesz ez. Ne feledkezz meg azokról, akik segítettek. Mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Filippi 4:16. Charles Swindoll mondja el az adakozó fa történetét. Amikor a fiú kicsi volt, az ágain hintázott, ette a gyümölcsét és aludt az árnyékában. De ahogy nőtt, egyre kevesebb időt töltött a fával. Gyere játszunk, mondta a fa, de a fiatal ember csak a pénz érdekelte. Akkor szedd le az almáimat, és add el őket, mondta a fa. A férfi megtette, és a fa boldog volt. Na, nézzük tovább. A férfi sokáig nem jött, de a fa rámosolygott, amikor egyszer arra járt. Gyere játszunk, mondta a fa. Hú, gyerekek, ez nekem nagyon picit elszédült, nem tudom miért. De ez érdekes, ez az ige hirdet is, nem tudom. Így estére a szemem is egyre furább, nem tudom. Pillanat, jó? Hát tényleg nem tudom, hogy... Jaj, vegyek egy mély levegőt. Nem tudom, lehet, hogy ez egy kicsikét szomorkás, szomorúnak néznek ki ez az ige hirdetés. Már elézikenyültem, nem tudom, mi történik velem, de... Jaj, Istenem, kérlek, segíts. Nem tudom, mi, de tényleg... Na nézzük akkor tovább. Szóval a férfi sokáig nem jött, de a fa rámosolygott, amikor egyszer arra járt. Gyere játszunk, mondta a fa. De a férfi már idősebb volt, és belefáradt a világ zajába. El akart menekülni előle. Vágj ki, mondta a fa. A törzsemből csónakot faraghatsz, és elhajózhatsz. Én nem bírom ezt, gyerekek. A tönköm még megmaradt, mondta a fa. Ülj le és pihány még. Az ember leült, és a fa boldog volt. Swindoll így folytatja. A tűzbe bámulva felidéztem magam előtt az életemet, magam előtt látva a fát és a fiút. Mindkettővel azonosulni tudtam, és ez fájt. Hány adakozó fa volt az életedben? Hány ember adta oda magát, hogy én növekedni tudjak? Elérhessem céljaimat, beteljesedésre és elégedettségre találjak. Mindegyiküket köszönöm, Uram. Aznap sírva bújtam ágyba. De aztán már mosolyogtam. Jó éjszakát, Uram, mondtam halázattal. Hálás voltam, hogy időt szántam a visszatekintésre.
Pál visszaemlékezett azokra, akik segítettek neki. Neked sem szabad megfeledkezned azokról, akik neked segítettek. Hát persze, 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 hogy nem. Persze, hogy nem. Nagyon köszönök tényleg mindenkinek, mindent, ha lélekben is, ha anyagiakban is kaptam támogatásokat mindenkinek. Nagyon köszönöm mindenkinek. Sokat számít ez nekem. Nagyon köszönöm. Folyik a könyv talán a szememből? A jobb szememből? Ezt meg kell nézzem. Kamerába? Nem jó, hogy elhiggyem. Folyik a könyv a szememből? A jobb szememből nem szokott könyv folyni. Vagy nem folyik. Csak egy picit nedves. Na jó, gyerekek, hát nagyon elérzékenyültem, sajnálom. Sajnálom, de ez most így sikerült. Ez most így sikerült, ez a felvétel, ez a videó. Hát nagyon köszönök mindenkinek, tényleg mindent. Ha lélekben is, vagy anyagiakban, úgyhogy támogattok. Nagyon szépen köszönöm. Hát tudjátok, lélekben talán a legfontosabb, ugye, az megfizethetetlen a támogatás lélekben, anyagiakban pedig nagyon örülök, ugye minden pici támogatásnak, kisebbnek, nagyobbnak, mindennek. Nagyon örülök, mert tényleg rám fér. Tudjátok, hogy úgy kell, tehát ugye, hogy kell orvosokra, meg ide-oda ugye kell, és tudjátok, hogy hogy van. Hát úgy néz ki. Úgy néz ki, hogy egyik szemem, másik szememből is. Hoppá! Egy kis könnyecska. Egy kis könnyecska, látjátok? Fel kell írjam. Másik szememből egy picikét több, de igen. Fel kell írjam, hogy másik szememből is igen sikerült. Egy kis könnyet kiszorítani. Legalább megtudtuk, hogy van-e, működik-e, nem működik. Hát persze, hogy nem tökéletes, mert meg kell oldjam ezt a szemproblémát, de most egy kicsit megnedvesítette a szemeimet, mert ugye kis voltok nagyon száradva is. Lehet, hogy ez jól fogott egy picit most. Persze, túlzásban nem jó vinni, de na jó, nagyon köszönöm, akkor Sanyika voltam, és bocsánat, elnézést, hogyha így elérzékenyültem, de tényleg nem tudom, hogy mi volt, de nagyon megérintett ez az ige hirdetés, és valójában tényleg ezzel a fával, meg az emberrel, meg mindent, tehát ez nagyon igaz a mai életben is, ugye a legtöbb ember megfeledkezik, és elfelejti, ugye, hogyha valaki segítette, én meg tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, akik támogattatok. Tényleg eddig is. Akár lélekben, lelkiekben, főleg ugye akár anyagiakban. Nagyon köszönök mindent, tényleg. Nem feledkezem meg senkiről, itt a szívemben. Hordalak benneteket mindenkinek, akik tényleg támogattatok engemet. Akár lélekben, akár anyagiakban. Minden pici összegnek is, amit kaptam az évek hosszú során, mindenkinek nagyon köszönöm. Ha 2 eurót, ha 1 eurót, ha 5-öt, ha többet. Nagyon köszönöm tényleg mindenkinek, minden kis támogatást is. Főleg lelkiekben, ugye lélekben a sok szép szavakat, amiket kaptam tőletek, biztatásokat. Mindent. Hogyha gratuláltatok nekem, vagy valami, azt is nagyon-nagyon köszönöm. Szóval mindent. Na jó, Sanyika voltam. Ma nem leszek live-ba, holnap jó, találkozunk holnap. Minden jót. Isten áldjon benneteket. Sziasztok.